Nagy Dénes Lajos fizikus fog hozzánk szólni világunkról. Köszönöm szépen! Kedves barátaim! Én fizikus vagyok, nem történik. De természettudtóként is mindennapi kenyerem, hogy megfigyeléseket tegyek, és ezek alapján kíséreljen meg előre jelezni, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén mi fog bekövetkezni. Itt a Károlyi palota közelében most valami hasonlóra vállalkozom, megpróbálom röviden összefoglalni, hogy milyen lehet a jövőképe az őszi rózsás forradalom örököseinek. Nem a jövőre teszek jóslásokat, hiszen az az eljövendő feltételek ismeretének hiányában lehetetlen, hanem ma is 1918. októberének és novemberének eszmeiségét valva, csak arra, hogy milyen jövőt szeretnék Magyarországon, Európában és az egész világon. A politikai gyakorlatban Magyarországon először 1918 késő őszén kezdtek működni a 150 évvel korábbi felvilágosodás eszméjét. A Nemzeti Tanács három pártja, a Károlyi-féle függetlenségi és 48-as párt, a polgári radikális párt és a Magyarországi Szociáldemokrata párt szinte pontosan megfelelt az 1789-es francia forradalom hármas jelszavának. A szabadságot talán leginkább a jászlóskárféle polgári radikálisok képviselték, az egyenlőséget a földosztó vörös gróf Károlyi Mihály testesítette meg, míg a Garami Ernő és Konfi Zsigmond által vezetett szociáldemokraták a testvériség a szolidaritás eszményét. Tudjuk, mivé lett nálunk ez az eszmerendszer. Nem csak a Horthy korszakban, majd az azt követő diktatúrák alatt, de 2010 óta sajnos ismét. A nemzeti együttműködés rendszerében a szabadság azt jelenti, hogy az állampártnak szabad szinte a teljes médiát közvetlen ellenőrzése alatt tartani, a polgárok többségét félrevezetni, álhírekkel traktálni, egymás és más népek ellen hergelni, szabad a választópolgárokat egzisztenciális félelemben tartani, a választási törvényt manipulálni. Az egyenlőség jelentése is megváltozott. Ez a szó már azzal lett egyenértékű, hogy a jobb előtt többé-kevésbé mindenki egyenlő, mármint amit a kézi vezérelt ügyészség egyáltalán bíróság elé juttat. Így aztán sokasodnak egyfelül a futni hagyott kevelbeliek, másfelül az új koncepciós perek áldozatai. A testvériség pedig annyit tesz, mint szegény ellenesség, a hajléktalanok kriminalizálása, a szociális juttatások átcsoportosítása a valóban rászorulóktól a tehetősekhez, a menekültek gyűlölete, démonizálása. És el kell ismernünk, hogy ezek a tendenciák nem csak Magyarországon erősödnek, de a környező országokban, Európában, sőt még a liberális demokrácia olyan egykori fellegváraiban is, mint az Egyesült Államok. Manapság gyakran csodálkozunk rá Ady Endre egy-egy a múlt század elején született újságcikkére vagy versére, mint a Percemberték után, vagy Menjünk vissza Ázsiába címére. Mennyire nem változott itt semmi, mennyire ugyanazok a problémák, mint 110-120 évvel ezelőtt. Nagyon hasonló élményben lesz része annak, aki belelapoz Jászi Oszkár a polgári radikális párt vezetőjének és egyben főteoretikusának írásaival. Pedig aki ezt teszi, azonnal világosan látni fogja, hogy azok mennyire a máról szólnak, hogy milyen lenne a Jászi jövőképe, és megfontolhatja, hogy vállalja azt, hogy kíván-e tenni is érte. Engedessék meg, hogy két rövid idézetet olvassak fel Jászi Oszkárnak, a tudósnak és politikusnak a múlt század tízes éveiben született tanulmányaiból. Száz éves az első magyar köztársaság, megemlékezés róla. ...1918 tavaszán íródott, de csak októberben jelent meg Jászi könyve a Monarchia jövője, a dualizmus bukása és a Dunai Egyesült Államok címmel. Ennek előszavában így ír. Súlyt helyezek arra, hogy a szélesebb nyilvánosság is megismerje sok lelki gyötrődésnek és álmatlan óráknak az ön gondolatai, amelyek arra a kérdésre igyekeznek feleletet adni, vajon lehetséges-e Magyarország észszerű életigényeit az európai kultúra és az emberiség fejlődés törekvéseivel összeegyeztetni. Az eredmény, amelyre jutottam, egyaránt ki fogja hívni úgy a
egymásnak, mint az üres formulákon gondolatpresten kijelző vérbeli verbál nemzetköziségnek haragvó kritikája. Jászi már 6 évvel korábban, 1912-ben a Nemzeti Államok Kialakulása és a Nemzetiségi Kérdés című könyvében az Európai Egyesült Államok létrehozása mellett érvel. A teljes gazdasági demokrácia felé közeledésnek minden lépése csökkenti a nemzetiségi harc élességét, és lehetővé teszi, hogy a gazdasági csoportosulás minden egyéb másnál fontosabb és irányítóbb legyen. A nemzetiségi kultúrminimum kihívása után az egyetemes gazdasági és szociális érdekek szava egyre parancsolóbb lesz. Az egyes államokon belül a nemzetiségi szolidaritás megtöri a mindközösebb gazdasági és kulturális érdekek szolidaritása, melyek végül oly erősek lesznek, hogy az azonos kultúrájú államok merev határait is szétlekezni. Az Európai Egyesült Államokon belül a nyelvkérdés jelentősége nem lesz nagyobb, mint ma a vallási hovatartozás. Hosszan sorolhatnánk az idézeteket Jászi könyvéből, de erre most nincs idő. Az azonban világos, hogy a polgári radikálisok Magyarország jövőjét a föderatív Európai Egyesült Államok autonóm államoként a fokozatos, de egyre erősödő európai integráció megvalósításában látják. Megemlékezés a első magyar köztársaságról, ami 100 éves a mai napon. Elnézést kérek, összekeveredtek. Nem lehetnek illúzióim. Magyarországon legalább 500 éve a mindenkori hatalomhoz való alkalmazkodás, az alattvalói gondolkodás, a gyűlölködésre való fogékonyság határozza meg a kultúrát, a társadalmi tudatot, és ez nagy mértékben igaz a környező országokra is. A kultúra társadalmi méretekben történő megváltoztatásához generációk kellenek, és a mai centenáriumon szomorúan tapasztalhatjuk, hogy Magyarországon ebben a tekintetben az elmúlt 100 évben alig történt előrelépés. Hazánkban az elmúlt 500 évben szinte minden maradandó pozitív változás kívülről a nemzetközi körülmények megváltozásából jött. Ilyen volt például a török megszállók kiűzése 1686-ban, a kiegyezés 1867-ben, a felszabadulás 1945-ben, és a rendszerváltás 1989-ben. Elemi érdekünk, hogy nemzetközi környezetünk stabil, vonzó és demokratikus legyen. Szűkebb nemzetközi környezetünk az Európai Unió, amelynek még tagjai vagyunk. De veszélyben van az Unió is. Felelőtlen politikai kalandorok próbálják meg szembefordítani eredeti alapértékeivel, és átformálni saját képükre és hasonlatosságukra. 2019 májusában kell megállt parancsolnunk ezeknek a törekvéseknek. Azt akarjuk, hogy ismét legyen környezetünkben egy olyan vonzó minta, amely kiváltja Magyarországon a következő pozitív változást. Sajnos nem lehetünk biztosak abban, hogy ez sikerülünk. De mégis a hit, az emberiség jövőjébe vetett hit az, ami a történelem során mindig is előre volt. Tartsuk meg ezt a hitet, barátaim, és munkálkodjunk rajta kis műhelyeinkben, amíg el nem jön a cselekvés pillanata. Károlyival szóval, a hitet illúziók nélkül. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Szoldai Júliát kérem, hogy hallgassátok meg, hadd jelentkezzen. Ady Endre, földrengés előtt. Testvéreim, reánk most az időből vészes csodák, gyönyörű napok hullnak. Emeljétek fel az arcotokat most, most, mikor a bajok sokasulnak, ingnak a házak. Menjünk az utcára, ott zúg a sors,
stáncos vérjelek intnek. Amink van, vigyük az utcára ki a rongyainkat és a sebeinket. A rongyainkat és a sebeinket. Bús szemeink évezred törte fényét, kemény öklünket, igazunk, hitünk, forró varas szánd bosszú lihegését. Karddal, korbáccsal, onnal, lópatával, ha jönnek, álljunk, most végre megálljunk. Nyög, reng a föld, rosszabbul nem lehet. Nekünk semmink sincs, hátunkon a házunk. Reng a föld, és vadul ölet az úr had. Rengjen a föld, s a dőfös had ölessen. És mégis más lesz a magyar világ. Az utcákon már a jövendől ebben. Testvéreim, megmart szegény szívünket rakjuk rá izzadt, büszke homlokunkra. Vagy bércet szül, vagy mély sírt most a föld. Földrengés lesz. Legyen talpon az utca. Köszönöm szépen. Harcos vers után egy nagyon szokásos, régi koreográfiánkat szeretnénk felújítani. Ez úgy szól, hogy Petőfi Sándor itt a nyilam, mi belőlem, versét öten fogjuk elmondani, és az itt levők a nehéz szövegből a refrént. Felkérem Lidi Andrét, hogy ötödiknek jöjjön fel ide. Segítek a nyilat. Itt a nyilam, mi belőjem, királyi szék áll előttem. Belelövöm bársonyába, hogy csak úgy porzik kínjába. Éljen! Éljen a köztársaság! A korona nagyon drága, nem való a királyra. A királyra ugyan minek, szamáron a bársony nyereg. Éljen! Éljen a köztársaság! Piros bársony köpönyege, ide vele, hamar ide, lesz belőle lótakaró, úgyis éppen arra való. Éljen, éljen a köztársaság! Aranypálca a markában, csavarjuk ki hamarjában, ásót kapát a kezébe, ássa meg a sírját véve. Éljen, éljen a köztársaság! Ez egyszer csak annyit mondok, jó soká voltunk boldog. Legyen egy kis eszünk végre, másszunk a király képére. Éljen! Éljen a köztársaság! Budapesten 2 millióan élünk. Vidéken 8 millióan élnek. Mindennek kulcsa a magyar vidék, a magyar vidéknek pedig a földkérdés. Így volt, és így marad.
azt szeretném még mondani, hogy a kápolnai földosztás nem egy véletlen, nem egy mellékterméke a Károlyi intézkedéseknek, hanem a szíve közepe volt. Ahogy idéztem is, ő akarta a birtokát először felosztani. És hadd folytassam abban, a radikális földosztás aztán 45-ben történt meg. De nem úgy. Károly a saját földjét osztotta, 1945-ben az Országos Földosztó Bizottság vezetésével a sok falusi földosztó bizottság már másokét osztotta fel. De ennek ellenére, egy év alatt, minden nehézség ellenére, a jóvátétel, a emberhiány, a vonóerőhiány, a világválság ellenére, 3 év alatt a magyar paraszt az 5 holdján, a 10 holdján, amit kapott 45-ben, az utolsó békeév termését meg tudta termelni. Ezért továbbra is az a kérésem, hogy Magyarország figyeljen oda a vidékre, figyeljen a földkérdésre, és próbálja demokratikusan és igazságosan rendezni, ahogy erre Károlyi Mihály nyilvánkozott. Köszönöm a jelenlétet. Most kellett volna a hívusnak jönni, de ehelyett, hogy lássák, hogy milyen amatőr szervezés volt ez, most fogjuk meghallgatni, illetve hallgathatják végül, búcsúzóul, Kon Zsuzsána a Csodálatos Világ című számát. Köszönjük a megjelenést! Nem a Bródit hagytam ki természetesen, hanem a Bódi Lászlót, Cipőt. Ezt ők ketten éneklik, biztos nagyon sokan ismerik. Mm-hmm.
Kedves barátaim, nincs vége. Folytatódik Vörösmarty téren fél óra múlva, és a Lánchídon egy óra múlva a megemlékezés folyamata. Mindenkit szeretettel várunk tovább a megemlékező kutyán. Én viszont köszönetet akarok mondani technikának, Magosan Árpádnak és Kis Gézának, akik ide varázsolták ezt a csodálatos színpadot nekünk, és a zenét. Köszönjük szépen!